Hagyományteremtő szándékkal rendeztek Maroshegyi Húsvéti Asztal címmel szomszéd ünnepet a rádió lakótelepen. Székesfehérvár polgármestere szerint fontos, hogy a város külső területein is szervezzenek közösségépítő programokat, ne csak a belvárosban. Különösen azt hiszem, hogy felértékelődött ez 2020 és 21 húsvétját követően ebben az időszakban, hiszen 20-ban egyáltalán nem lehetett tartani húsvéti nemhogy ünnepségeket, hanem még a családok sem nagyon tudtak összejönni, és 21-ben is nagyon-nagyon szoros keretek között lehetett csak rendezvényt tartani, most viszont megélhetjük a húsvétat olyannak, amilyennek, akár a nagybőti időszak végét, a nagy hetet, vagy éppen húsvét szombatot, vasárnapot, és most itt hétfőt, ami hát alapvetően a népi hagyományokról szól. A lakókat terített asztalok várták a játszótéren és környékén, valamint kiváló lehetőséget biztosított ez a nap a maroshegyieknek az ismerkedésre, amelyre nagy igény is van, tudtuk meg Brájer Évától. Legyen egy közösségi rendezvény, üljünk le, beszélgessünk egymással. Sokan mondják, ugye, hogy a lakótelepi emberek a mai világban már szinte nem is ismerik egymást és a szomszédjaikat. Azért én úgy látom, hogy nem csak itt a rádió lakótelepen, hanem már a harmatos völgyben is hihetetlen, nem csak közösségi média felületek vannak, hanem az emberek igenis sétálnak, kutyát sétáltatnak, beszélgetnek egymással. A húsvét hétfői rendezvényen a kézműves foglalkozások mellett számos játék is várta az idelátogatókat. Volt tojásgurítás, tojáskeresés, valamint koncertet is hallgathattak a városrész lakói.